Hölgyeim és uraim, röviden azt szeretném elmondani, hogy az idejében is az önkormányzat megszervezi a városnak ünnepséget, az idejében is ezeket az ünnepséget nem szeretjük volna hosszú vagy bő délre engedni, nem heteig szeretnénk ezt az ünnepet megünnepelni, hanem négy napban, mivel a városnak szeptember 1-je az egy napra esik, ebből szerintem akkor szombatosan hétfő és kedden lesznek megtartva a városnak ünnepségét. Az idei városnapra vonatkozóan elsősorban mondtunk azt, hogy a legfiatalabbaknak szeretnénk, az ifjúságnak, a gyerekeknek szeretnénk elsősorban ezt a városnapot szentelni. Azt gondoljuk, hogy mi minden a jövőt okozunk, a jövő pedig a legfiatalabb generációban, a fiatalság, az ifjúság és a gyerekek, és ebből a szempontból kiemelten sok rendezvényt is szervezve a kisgyerekek számára, mint a város főterén, több lokációt és az önkormányzat területén. Ami fontos az, hogy a szombati napon a legfiatalabb szalkai vendég, illetve zenekarok fognak fellépni. A ifjúsági iroda szervezi ezt a rendezvényt szombat estére, vasárnap estére, vagy ez a vasárnap délutánra pedig az idősebb generációk a szalkai vendég fognak fellépni. Hétfő nap, amikor a legfontosabb két koncert lesz, szalkán fog koncertezni. Az esti órában a Belevi Szobrák Együttes, illetve a Laikó Félix is örök annak, hogy elfogadták a felkérésünket, arra van tudom, hogy az idei városnak ünnepségek ők legyenek az igazi sztárok a évfői esti folyamán, és kedvre pedig úgy szerveztük, hogy a Biztis mellett két komoly zenei koncert lesz 19 órától a városnak a díszterében lesz a Vajdasági Kamarazenekarnak, és komoly zenei koncert 21 órától pedig a főtéren a szolgál és Filharmonia fog tartani egy komoly zenei koncertet. Ezen kívül természetesen ebben az ünnepségben részt fognak venni a szolgálatai önkormányzat alatt intézmények, illetve egy csomó olyan rendezvény lesz, amely nem csak a városközpontot fog megtartani, hanem a város alatti más lokációt is. Én meg szeretném invitálni a polgártársaikat, hogy mindig számolni egy részt a városnak ünnepségét, a születésnapja, és különösen szeretném felhívni a fiatal szülőket, hogy a gyerekek, a kisgyerekek, a mindenki számára jelenjenek a város központjában, hiszen érdekes programot lesznek. Ezen kívül az idén egy városnapra vonatkozó születésnapi tortát is fogunk majd felszállni, a gyerekekből is szétoztatni ezt a tortát, és a hagyatra találkozat, azonban is egy szép oldalra szannak, hogy ennek fenyük meg a városnapját. Köszönöm szépen, hallom nektek!